tábor tűzflash. Yay. Már nem tudom, hogy mennyi látszódik. Ugye belejtem a kamerát. A kapok sört. Köszönöm. Olyan dolgok történtek, hogy áramszünet volt az előbb. Meg itt kijöttünk a teraszra pálinkázni. Bár nem biztos, hogy látszódik egyáltalán valami. És most meggyújtottunk egy tábortüzet már. Kicsit a hangulatnak. Ja, meg lehűlt a levegő. Ja, a gyerekek. Ne jó, hogy vége ennek a hétnek, szörnyű. Hát igen. Olyan nem májba cukrot sütni, vagy szalonnát. Fú, ahol dolgoztam, az meg olyan jó hentes bárdok voltak, ilyen 1800-as évekbeli, ilyen rohadt régi. Mert a srác mesélte, hogy a szüleitől örökölte, és vett egy ilyen kis parasztházat, és oda a díszítésnek felrakta. Istenem. És tök jó volt. Miért kell díszítésnek ilyen macsítéket? Nem, ez ott ilyen autentikus volt. Jó, nálam egy kicsit más, de nálam se díszítés, nálam ilyen önvédelmi. Ez is dolog. De hát látod, milyen beteg a világ. Még én nem, én még kevésbé vagyok beteg, mint a világ. Még jó. Most kihalt minden, most lehetne üvöltözni. Te mindig üvöltözik. Hát kurvára nem. Szerintem amúgy. Bármikor üvöltözhetnék, de mégse üvöltözök. Most meg világítod a tüzet, hogy még jobban égjen. Kicsit olyan könnyűnek érzem a fejemet. Jó, ez a pálinka, amit a szomszédtól kaptam. Csak kicsit az íze, az, ja. Hát nyilván nem a legjobbat adta nekünk, de hát most... Teszeg az a hús. Móri pár lesz. Ezek a móriek olyan egyszerűsek. De olyan szar már egybez meg. Már mint most arról beszélek az ászkról, nem a móriakról. De miért? Hogy így olyanokat írnak Eszternek, hogy jó, hogy egy ó, piszkötelni, hogy elszaporodtak a pokokba, ez már 2 pok volt szerkén, úgyhogy 3 hete nem voltam ott. Kell mindent, ilyen rossz májú meg. Tudom, de ez ilyen bújtatott cinizmus, amit direkt azért csinálnak, mert nem veszed észre. Van egy-kettő tényleg olyan, de szerintem speciálom az volt. Szerintem meg ilyen faszkalapok, akik el akarják rontani a kedvünket, és szét akarnak minket választani. Tudom, de érted, így olyan vicces be az meg, hogy valaki azt akarja, hogy nekünk rossz legyen, hogy ő neki az a jó, hogy minket hogy összekapjunk esetleg, és mennyire undorító, tipikus magyar tahó faszkalap, az ilyeneket úgy meg rugdalnám a célbetétes bakancsal. Itt szájba, hogy így lekötném a kezüket, és szájba. Akkor nekem ilyeneket írnak, hogy te valakivel megcsinálsz, meg ilyen fasság, aki így mit várnak ettől, hogy mit fogok rá reagálni. Meg eleve az, hogy... Néztelen izének fogok hinni inkább, mint akivel leértem egy évet, tehát... Megérted azt, hogy így, az meg így, az, ami a videóban van, az kb. Így a... ilyen... 1-2%-a annak, ami valójában történik velünk, mert amúgy meg rohadtul nem tudnak rólunk semmit, de már így azt hiszik, hogy ismernek minket, és így kioktatnak be, ez meg
olyan, hogy hogyan csináljam a kertemet, meg hogy az autómat, és én tudom azt a legjobban, hiszen az enyém, meg jó, hogyha a helyemben lennének, ők is ezt csinálnák, mint én. Építő kritikát el lehet fogadni, mert vannak nyilván olyan szakemberek, akik jobban értenek bizonyos jó, de ők mennyire szakemberek? Laikus emberek, de ilyen akik általában írnak, internet. Azok még annyira se szakemberek, mint én. Meg leszólták a szőlőmetszést, aztán múltkor az a faszi, aki felkért engem, hogy segítsek neki szőlőbe, meglátta, hogy milyen szőlőm van, és az meg így azt mondta, hogy azt a kurva, hogy milyen jó. Pedig a videóban meg leszólták, hogy túlságosan megmetszettem, közben meg kurva jó lett, és most csináltam először, szóval... Jó, hát lehet kimérni. Ezen túl én rohadtul nem fogok ezekre a kritikákra adni, mondjuk eddig se adtam. Nem, hát jó, meg kell nézni, hogy ki írta és az alapján. Hát általában 99%-ban ilyen no-name emberek. Kell általánosítani. Meg azt is bírom, hogy eszkon, hogy mondták, hogy hogy oda világíts. Ja, süni lesz, menjünk, nézzük meg. Megírtam. Ja, maradj itt mellettem. Szerintem a szomszéd. Ne ijedj meg, jó? És már kurva nevelve. Tuti süni lesz. Elmúgy. Arra a bodzabokor sarkára világíts. Lehet, hogy a másik oldalon. Tuti, hogy süni. Ja, szerintem nem tud eltűnni, mert itt beizeltem a lyukakat. Látod, ilyen üvegeket raktam ide, hogy itt ilyen macskák szoktak átjárni, de... Ja. Szerintem süni. Nem tud eltűnni. Nem tud eltűnni, hát a majd is se tudod kimenni, de itt ilyen sünik szoktak általában. Ja, tudom. Emlékszem, amikor sátoroztunk, akkor is ráparáztunk. Ja, tényleg ez durva volt. De most tök jól lenne amúgy itt egy sátrat csinálni, ja, mert itt most tök jól nyírtam a füvet. Ki kell tenni a medencének is egy helyet. Ja, majd itt is lehetne amúgy, csak kéne menni egy ponyvát. Ja. Úgyhogy beizgálnak. Kaják ezt itt, hogy valami random igazolát akarnak. Kinyírjuk és elássuk videóba, és megmutatjuk a trolloknak, hogy milyen a vendég marasztaló. Fú, de amúgy a srác, akinél dolgoztam, már majdnem azt mondtam neki, hogy nem kérek pénzt, csak adjon nekem egy olyan húsbárdot. Az meg ilyen egy centi vastag vonatlaprugóból volt a hentes bár, de valami 10 kiló ilyen baszott nagy. Nekünk is van otthon egy ilyen rendes, tök jó amúgy. Még dísznek is jelenne, de szerintem használnánk is amúgy. Hát jó, el kellene a háznak. Mert láttam Tesco-ba ilyen kínai hentes bárdagat, de ilyen 3 milli vastag, azt mondom, hagyjanak már. Nem, ez semmi, milyen kis ilyen több cent is. Meg szerintem olyan jó, hogyha vannak ilyen dolgaink, mint az a macsete, és hogy érted, ez most egy jó, ilyen... Én mondjuk inkább kulináris szempontból jó, de valamilyen szinten stabilitást áraszt magából. Nem tudom, de el is nekem, meg az, hogyha van az embernek egy nagy autója, akkor érted jó, azért. Jó, hát most attól, hogy vannak ezek, attól még... Nyilván használni is tudni kell. De hogy ez a létforma, amit mi képviselünk, így ezáltal bebiztosítva van, mert hogy nem tudom, hogy így védi, vagy csak lehet, hogy ez ilyen... Magától nem védi. Lehet, hogy csak, persze, ez csak ilyen tudatalatti dolog, ja, hogy igen, ki az, hogy egyáltalán merném-e használni, bár én... Már mondtam egy pár videóban, én nagyon várom azt a bizonyos verekedést, ami egyszer lehet, hogy eljön. Nem tudom, hogy valakinek valami komolyabb baj lesz, hogy beperelés, az én börtönbe kell megvárnom, hogy kiengedjen. Nem, csak annyi ilyen baszogatást kapok, és... Én igazából soha nem baszogattam senkit, és úgy érzem, hogy ezt nem érdemlem meg, és
Már így annyira várok arra, hogy egy ilyen faszkalapot így elkapjak, és így kamera előtt Jó, hát megrakjak. nem mondom, hogy nem kamerad. Kapok egy kis... köszi. Mondom, hogy nem értem meg, mert nekem is szemszobat teljesen van is, Szegmesélye. Nem mesélem már. Még így is több tisztesség van bennem, hogy nem járatom le. De egy hétre nem is beszéltetek. Meg se szólál. Meg a telefonnál is kimegy, hogy ne halljuk, mit mond. De még mindig azzal a cseng gyerekkel jár. De egy is, hát azzal valami 2 hónapot volt együtt, hiszen nem bírták el is el egymás baromságét. De dugtak is, hogy mi volt? Hát azokra nyitottam rá. Na, ez azt mondom, nem volt semmi. Jó, mondjuk ez a szöveg. Egymás harcisz végzés együtt ütögött. Mi valami második világháborús? Vagy vietnám háborús? Pont ilyen vietnámi gyerek. Aj, de olyan szar, Istenem. Tényleg az is néha így ott alszik, és így elkap ez a késztetés, hogy így... Így a párnát rászörítsd az arccal. Vagy, hogy így a fejét így ököl. Mint ez a Vitó a zsamboros, és zsombor, és így üti. Nem, amúgy nem biztos, hogy nem csinálnám meg, mert igazából most, hogy húsban van, már nem is érdekel, mert ma majdnem elköszöntem tőle, már ennyire érdekel. Mert majdnem megkérdeztem, hogy az itt a te maci sajt a hűtőben. De tényleg már hűtőt se használhatja? Nem. Meg a mikrót se. A mikrót, az abban fizetett végül, és nem adtam vissza ezt. De úgyis, hogyha nem vagytok ott, bár mondjuk hűtővel tök mindegy, mert csak plusz teher kibe rakni a cuccokat, de hogyha mikróval is így lenne, akkor tehát, hogyha nem vagytok ott, akkor használná. Szerintem a hűtőt is használja, de most nem fogom ezt is lelakatolni, hogy Istenem. Katana a kukát is kirakta, úgyhogy merosra volt egyébként. Vagyis hát én bezártam, de mert valaki vesz meg alapból. Ilyen szeméthalmat, és ott van az ágyam mellett a kuka. Aha. És egy ilyen méteres szemétkupac fogad minden vasárnap így az ágyam mellett. Így be kéne borítani az ő ágyába, és úgy beágyazni. De csak az ő szemete, mert csak ő van fönn hétvégén, és telepassza az egészet, és ilyen tüntető jelleggel nem viszik ki. Mondtam, az a jó a srácokban, hogy ők megverik egymást, aztán utána le van a gond, de a lányok azok meg így... Tudom, akkor is van egy ilyen szaktársam a koriban, aztán van egy közös óránk, és ő is mindig meséli, hogy ők is utálják egymást a szobatársaikkal, mert ugyanabban a koriban jár. De ők mindig így közlik egymással, meg ilyen nagy vitáik vannak utána, meg kész, hát megvan oldva a helyzet, de ez, hogy hónapokig zsörtölődök, meg húsolok, aztán kapok egy ilyen fenyegető előtt. Így a semmiből. Még az én kurva anyámat, mert nem tudom olvasni a gondolatait, vagy így. De olyan kibaszott gyerekesek, bazd meg. Istenem, inkább váltsunk témát, nem akarok kibeszélni senkit. Nem tudom, nem. Én mondjuk jó a kibeszélést, azt én se szeretem, de tényleg azért vannak emberek, akik már így minden határt átlépnek, és pont a héten is volt ilyen témájú videóm, hogy tudod, akinek azt a videót kellett csinálnom az autójáról, hogy bazd meg, azért, mert videózok, azért ő megkér, hogy csináljon meg, mert hogy ez nekem nem tart sem eddig, de érted, ez most olyan, hogy most nekem van egy szívsebész ismerősöm, akkor őt megkérem, hogy műtse meg a nagymamámat, mert neki az nem tart sem eddig. Tehát, hogy érted, akkor legközelebb én megkérem azt a srácot, hogy szerelje meg az autómat ingyen, mert hogy ő úgy is értene jó, hozzá. Hát tehát, hogy olyan szempontból, hogy ez neked a hobbid, tehát mondjuk mit tudom de, én. De én megkérek valakit, a... aki mit tudom én, hobbi szinten zenél vagy rajzol, hogy mit tudom én ezt. Rajzolná meg, vagy valami ilyen... De akkor is adsz neki de... valamit, most hát, figyelj, hogyha barátom, akkor nem. Hogyha én akarnék valami tetoválást, akkor az Olivernek azt mondanám, hogy léci, csináld már meg,
De bazd meg, én fizetnék neki, az az most semmi. Tehát, hogy én ilyenekre tudnék szállni Jó, de ez pénzt, is más, akármennyire csúró vagyok, de... Nem tudom, barátok között azért fura De nem, legalábbis. még hogyha barátok vagyunk, akkor is ezzel tisztelem meg azt, hogy tehát, hogy őt is motiváljam a későbbiekben, hogy önmagához képest is próbáljon jobb lenni, és eleve az, hogy elismerem azt, hogy ő, mert gondold el, hogy ő ezért soha nem kap semmit, és még neked is ingyen megcsinálja, és akkor ó, ez legközelebb lehet, hogy neki olyan, hogy akkor inkább még, hogy nem csinál többet ilyet, mert hogy tudod, eddig soha nem fizetett senki neki, és azzal, hogy meg én fizetnék neki valami nagyon kis összeget, azzal motiválnám. És bazd meg, hallod, Nem, ezen mondjuk a én héten soha nem csak három akarnék ilyen tenni. alkalom volt. Három ilyen alkalom. És a harmadiknál már azt mondtam, Jó, hogy mondjuk, oké, hogy nem nincs tudom. ilyen Én például soha nem kértem meg ilyen szintű szívességet, például Doritól is kérhetnék már grafikus, vagy mit tudom én, valami. Csak úgy tervezem meg, de nem szoktam. Egyáltalán. Mondjuk tudom, sok kell meg semmi. Hát, Mondjuk volt már olyan, de hogy mit tudom, fordítsam le ezt a igen, például, hogy 12. századi francia trubadúr éneket, ezt érted, ez meg emlékszem én. pont erre, de Úristen, az ilyen órákat dolgoztam vele, aztán semmit nem kaptam érte. Mondjuk nem is vártam semmit, igazából nekem is annyi hasznom volt belőle, hogy pont most második félben van egy ilyen órám, és már ismertem azt, pont azt a szerzőt. de Szóval emlékszel nem. arra, amikor még így összejöttünk, és még a régi lakásban laktunk, és Esrásznak egy weboldalt kellett csinálnom, aki a Fezzenbe volt fotós, a testvére, vagy nem tudom ki-e, és amúgy meg egy ilyen írós rác, és a alexandriai emlékszem. Könyvtárba... Na most, de mi volt a vége, ez végül is? Nem fizetett ki, nem bazd, fizetett ki. Megcsináltam neki a weboldalt, és ilyen kurvára jelképes összeget kértem érte, és nem fizette ki, és nem lett végül is belőle semmi, de úgy, hogy feltöltöttem már a weboldalt, és utána mondta, hogy majd fizet, és ilyen hónapok elteltek, és nem lett belőle semmi. Volt ez már tényleg durva, mert ő konkrétan, tehát egy munkával keresett meg, és de, azért nem de várj úgy, hogy az... közös blogunk volt, tudod, ez a Torony nevű blog. Az azt hiszem torony.blog.hu, vagy valami ilyesmi, és oda írtam ilyen cikkeket, ilyen posztapokaliptikus dolgokról. De meg ilyen... Tettem. Hát ez még most is van pedig. És még most is írsz. Nem, de hogy is. Hát akkor már így abba hagytam az egészet, de az a durva, hogy így az embernek az ismerőse is átbassza az embert, és utána még simán azt bevállalják, hogy egy városba vagy, és tudod, hogy találkozol Érted, vele. Most összefutva. Ja, és az meg annyi ilyen volt. Kész. Megkettem, amikor már ilyen peres ügyed volt, már nem fizettek ki. Ja. És azzal a faszival is, akit feljelentettem, találkoztam az meg a Baumaxba. De pont ez az, amiről beszéltem, hogy annyira ilyenkor így oda mennék, és akkor, na, hogy íz lett a saját főztöd, amit most meg kellett tenned a hülyeséged miatt, vagy érted így? Yeah. Tök fels így a tűzrakon belül itt téglákat nézni. Azt néztem, hogy az honnan szomszédból, az öröfi. Ja. Szerintem a kamerán amúgy semmi nem látszik, de ezeket a videókat, ahogy a Csarni, meg a Bese Tamás szoktam mondani, inkább hallgassátok. Amúgy ez is olyan tök jó, hogy én is csomó videóst így hallgatok általában, hogyha csinálok valamit, és tök jó, hogy így tudok emberekről, hogy ők épp mit csinálnak, és hogy hogyan. Mert egy páran csináltak olyat, hogy mondjuk, mit tudom én, valakinek a vállalkozása nehéz, így gondjai vannak, és megégetted magad? És így elmondja így az életének a problémáit, pedig én annyira nem, én abszolút nem szoktam szinte nyavajogni videóban. Nehogy kiégesd a ruhádat. Ez tehát, ilyen barátok közt meg szappan a pere szindróma, hogy az emberek azért elég szeretnek így tudni a másiknak az életéről. Ja, hát igen, mondjuk az is igen. Akkor ilyen csendes megfigyelőként így
meg utána pletyízni róla, hogy ez mit csinál, ez mit csinál. Jó, hát jó, az egy kategória, de az olyanok, mint én például, akiknek úgy nincsen nagyon kapcsolata a külvilággal, azért így rohadt jó az a kis szalmaszátot, hogy így van ami bekapaszkodni, mert egyébként komolyan, hogyha nem lenne YouTube, meg internet, az meg én ilyen izé lennék, ilyen a KB, vagy ilyen bensz, vagy így eláll, így elállatiasodnák, hogy így... nem, így jönnél, és akkor így maragnék rád, meg így mit tudom én, így úgy kéne így megetetni engem. Kraftoltál magad nekes ilyen. Vakondokat oda. Hogy így hozza a kaját, és így nyújtod a kezedbe így a kaját, és én meg így megszagolom, meg ilyen, így félve megyek oda. Gyalogsz, és így gyorsan állsz. Nem, úgy, múltkor írta valaki, hogy szeretek egyedül lenni, és akkor így belegondoltam, hogy bazd meg, én már ilyen 8, meg ilyen 10 éve így egyedül élek, és hogy milyen durva már ez. De hogy egyedül lenni végre, te jó Isten már, vagy nem tudom hány éve, egy pillanatra nem voltam egyedül, csak a fürdőben. Amúgy... És még ott is rám kapognak, hogy siessek. De én már kb. Ilyen 10 év után már olyan szinten vagyok lassan, hogy már így hangosan beszélek, meg így mindegy, a macskával hallod. Egy fél óra, amikor épp nem ért még haza senki, és azt veszem észre, hogy basz meg magammal beszélgetek. Olyan szinte, hogy fogd már be, de folytatom ugyanúgy. De most ezt a zenét hallgatjuk, nem, ezt nem akarom, fogd már be a pofádat, gyűlöllek. És ami a legrosszabb, hogy angolul. Nem. A zenádúj rap egy angolul és franciául. Van, amikor, de én nem értem, amit mondasz. Hogy az egyik angol, a másik. Hát de gondolod, egy a macska, hogy félhet tőlem, hogy már ilyen komplet idiótának néz, mert amikor... Mert alapból, amikor hajat mosok, az így sokáig tart, és így unom, és magamat szórakoztatom azzal, hogy túl gyorsabban teljen a hajmosás, és akkor már tényleg néha ilyen kívülről ilyen kibaszott betegnek tűnhetek, és már ezzel nem ismerem fölvenni, hogy tudod így, nehogy már ilyen maniás, depressziósnak tűnjek. De egyébként mindenki ilyen, de olyan durva, hogy olyan simán elítélik az embert videókba, és igazából mindenki olyan, csak saját magára ismer rá, vagy a saját gyengeségeire, vagy... Saját magát akarja ezzel... igazolni, vagy jobb fényben felkültetni, hogy én ezt nem csinálom, és akkor ott annak köszönöm. Ráadásul a magyarokra ez hatványozottan igaz, mert ők inkább lehúzzák a másikat, hogy ezáltal az ők ugye, mint hogyha tudod, a nullához képest, ha lehúznak, akkor ugye, hogyha mínuszban vagy, akkor a nulla az már valami. És kb. Ez a magyarokra igaz, hogy inkább lehúznak azért, hogy ők ezáltal jobb színbe tűnjenek fel, és így, az meg így a videózásom kb. Erről szól, hogy így az embereket megismerjem, és ezek a trollok, ezeknek ez nem esik le. És hallod, így akármit csinálok, így diszlájkolják meg minden, de így nem esik le nekik, hogy ez azért van, hogy őket esetleg kimozdítsam abból a helyzetből, vagy hogy provokáljam, vagy hogy így ráismerjenek önmagukra. És bazd meg, annyira buta emberek vannak, hogy komolyan ezeket már egy ilyen fa klumpával kéne. Ez a vicc, hogy... De most nem mesélem, csak annyi volt a lényeg, hogy a különböző országoknak, akik meghalt, különböző katlanokba kerültek a pokolba, és a magyaroknál, mikor a dért megkérdezte az ember, akiért meghalt, hogy ezt miért nem őrzi senki, és akkor, ja, őket nem kell, mihelyt elkezd valaki kimászni, a többiek visszajönni. Hát ez a Rákos példa, nekem azt a osztályfőnököm mondta egyébként, hogy tud olyanok, hogy a rákok jönnek ki a vödörből, de mindig akik a vödör alján vannak, a tetején lévő rákokba kapaszkodnak, és azért visszahúzzák, és kurvára ilyenek a magyarok.
Ja, meg erre itt eszembe, most még ezt is elmondom, és ezt is majd jól biztos diszlájkolni fogják, hogy akik kimennek külföldre magyarok, azok ja, bazd meg azért sikeresek, mert messziről jött ember azt mond magáról, amit akar, és kitalálhatja magát bárki bárminek. Tehát most olyan, mint hogyha én kimennék külföldre, és kitalálom magam arról azt, hogy én vagyok a fasz a gyerek, és akkor ott azt az image-et adom, és akkor azt ott el tudom adni, és az összes sikerül, ilyen, szerintem. De egyébként érted? Rohadtul, hogy nem boldogult Magyarországon, és sok egy ilyen kamu izéval meg külföldön nem, tud, biztos, és... Jó, biztos sok ilyen van, de a legtöbb szerintem olyan, hogy tényleg ott sokkal több és jobb lehetőségük van. Az is igaz, de egyébként itt is meg lehet mindent persze, csinálni, hát én is boldogulok, de bazd meg, olyan, hogy veszek egy kést eBay-en, és akkor megírják, hogy ó, az hosszabb 7 cm-nél azt te nem hordhatod, mert itt az ilyen szabályok. Ki a faszt érdekli a szabályok, érted? Egy 1 centis izéval is meg lehet egy embert ölni, tök mindegy, hogy hány centis aki, és ezt rendőrnek is akármikor megmondom. Ez egy jó, akkora fasság. Jó, de tudom, az most tök mindegy, de az ilyen barmok azért írják ezt meg nekem, mert ők az ilyen tipikus rendszer csicskái, akinek, hogyha... Orbán azt mondja, hogy holnaptól nem vehetsz. Orbán azt üzeni nektek, hogy holnaptól nem vehettek fel fehér zoknit, az ilyen hülyékben az meg nem is vennének fel. De komolyan. Hát bazd meg, azért tart itt ez az ország, mert az ilyeneknek felülnek. Itt azt csinálhatna mindenki, amit akarna. Hát már ezért a tábortűzér elhiszed, hogy fognak ezért a tábortűzér szólni, hogy nem lehet manapság égetni a terület, mert valami ilyen törvény is van. Bazd meg, itt kánoán lenne, hogyha mindenki kiállna a saját izéjáért. De ez is olyan, hogy érted akkor, hogyha valaki bejelenti, hogy a szomszéd tüzel, és ez is milyen már, hogy a saját szomszédod, akit ismersz, meg évek óta ott lakik melletted, az nyom fel, és ezért lesz neked. Hát mondjuk látod, hogy itt is milyen izék mennek a szomszéddel ilyen háborúk. Bár most az ő pálinkáiktól vagyok így kicsit berúgva, de... kicsit eltűzted, mert most nem érdekel, azért de nem, szerintem abszolút nem túloztam. Hát de figyelj, jó, mondjuk hülye példa, de azért az internet adónál is jó, ez is tényleg csak egy ilyen félrevezető hülyeség volt, hogy ezzel legyen elfoglalva a nép, amíg valami sokkal szarabb dolgon tudnak. Persze, pont érted a navos. De egyébként pont ma olvastam egy olyan cikket, hogy valaki bejött hozzánk Lengyelországba, a magyarországi határokon átkelt, és valami 40 millió forintnak megfelelő ilyen lengyel valuta volt nála, és a NAV csak ezért elkobozta tőle, mert nagy összeg volt nála. De bazd meg, milyen jogon? Hát, hogyha nekem van pénzem, amit megkerestem, amit leadóztam, azzal oda megyek, azt hát, csinálok, amit akarok. Hát mert gyanús, hogyha készpénzben... Mi? Hát jó, egy ilyen országban persze, hogy gyanús, de... Hát mondtam, ami Amerikába is megy, hogy ez konkrétan igen. Törvény. Hát de bazd meg most... A rendőrnek nehogy már... elkobozni, és soha vissza nem adni ezt hát a pénzt, csak azért, mert ehhez... gyanús, hogy ennyi van. Jó, el. Erre lehet törvényeket hozni, persze, de ilyen nincs, hogy jogában. Figyelj, te egy életet ledolgozz, azért ja, de legyen. De mit tudsz csinálni ellene? Semmit. Hallod, én bármit megcsinálnék. De semmit nem tudsz csinálni. Hogyha engem életfogytiglan lecsuknának, én akkor is. Már rég elköltötték ezt a pénzt, mire te bármit. És akkor előrébb vagy. Ugye, hogy nem kaptad vissza a pénzed, semmit nem tudsz csinálni. Hát találkozunk a pokolba, ezt ott is kinyírom egyszer. Bazd meg, én ilyeneket nem. Ez semmilyen joguk nincsen. Jó, hát persze, itt a normál életet próbálják felszámolni. Itt valami hitlerista, diktátori... Ugye a farsz jelszem, valami kisebbségi csoporthoz tartozott, nem tudom pontosan melyik etnikumhoz. De nála voltak a papírok, hogy épp autót venni megy, és azért van nála ennyi pénz, és nem érdekeltek, és ugyanúgy elütték. De és most gondolj bele, hogy... Margarita gépet vettek a rendőrségre, amit nem is ihatnának hivatalosan, ami ugye szolgálati, de alkohol és ital, nem ihatnak, de... De nem, vagy erről nem kell de elkobzott pénzből, de érted, de ez elkobzott is mi már. Elkobzott pénzből azt vesznek, amit akarnak, nem kell elszámolni róla, hogy mire költözik. Ez már a totális diktatúrának, én ezért nem mennék soha Amerikába. Tehát, és ráadásul pont az egyik ilyen South Parkban is ilyen Margarita gép volt, csak akkor a bankoknak a lenyúlt pénzéből.
Tehát én annyit mondok, hogy én, hogyha hozzám odélne egy rendőr, jó, én hát mondom, kurvára combon szúrnám, és utána agyon rúgnám. Ahhoz képest, ami itt van, az Amerikában még sokkal, főleg 911 óta ez a Patriot Act, ez, hát ez meg ami most van a négerek ellen. De ez egy rohadt totalitáris társadalom, amit próbálnak itt, meg ugye az új világrend, amit mondanak nagyon. Én azt mondom, hogy mindenki álljon ellen, és tényleg így a saját igazáért mindenki. A másik meg az, hogy így zárszóként, hogy én egyébként példást tatuálnék, úgy, mint a rómaiak csinálták annak idején a Krisztus idejébe, hogy az utak mentén felakasztották az összes ilyen bűnözőt, és én közszemlére nyilvánosan. Nem, úgy nem tudom. Én se, de hogy egyébként, hogyha hatalmon lennék, biztos, hogy megcsinálnám. De most érted, ez se halálbiztos, ez az igazságügyi rendszer, amit lenne, és ha valaki tévesen ítélnek és kivégzik, akkor milyen. Jó, de azért itt vannak olyan oligarchák, hallott, hogy már 10 éve az a köztudatban van, hogy mennyit lopnak, meg csalnak, meg jó, hát milyen persze stadionokat de csinálnak. De ez is, azt hiszem, hogy törvényben van foglalva, hogy nem vonhatók felelősségre, vagy... Jó, hát ezt tudom, a mentelmi jog, de... Na jó, mindig kapcsoljuk ki a kamerát, ja, mert már terhelő dolgokat. Mert ezek a rohadékok még lehet, hogy még minket is bazdnak. Nem azt hiszem, hogy még érted, minket keresnek meg, hogy miket merünk, mert hogy nincsen szólásszabadság ebbe a kurva országba. Jó, kicsit elszállt velünk a ló. Mindegy, kicsit részeg vagyok, de annyit üzennék nektek, hogyha bármi hatalmom lesz, akkor kurvára féljetek, mert... Jól van, ezt nem kell.